Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Tompa Szabolcs Patrik, újmisés káplánatya, nagy szeretettel köszöntjük főtisztelendőségedet itt a Keceli Plébánia templomban első ünnepi újmiséd alkalmával, amelyet hívő közösségünkben mutatsz be. Nagyon örülünk annak, hogy a fél év folyamán egyházközségeink, templomi közösségeink megismerkedhettek veled a papszentelésre felkészítő lelkipásztori gyakorlati hétvégék alkalmával. Nagyon örülünk annak, hogy a papszentelés csodája megtörtént az életedben, és nagyon örülünk annak, hogy visszajöttél hozzánk, hogy első szentmiséddel és újmisés papi áldásoddal megörvendeztesd a szívünket, és Isten áldását kérjed hívő közösségünkre. Örülünk annak, hogy kibontakozó papi pályát kezdetén, veled való személyes kapcsolat következtében lelki társak lehetünk, akkor is, ha tőlünk kicsit messzebb van a szolgálati helyed. János Halmi káplánként is Isten hozott téged közöttünk, és azt kívánjuk neked, hogy erőben, egészségben, Isten áldásával végezthesd a papi szolgálatodat a hívő nép örömére, Isten dicsőségére és a katolikus egyházunknak az épülésére. Kérünk, hogy tartsd meg közöttünk első ünnepi szentmisédet, kérünk, hogy szentbeszédeddel taníts és bátoríts bennünket, kérünk, hogy fogadd el egyházközségünk munkatársai és hívő közössége, papsága és a hívek nevében szerény ajándékunkat, amelyet most átadunk neked, és kérünk, hogy lelki ajándékként fogadd el templomunk Szent Cecília énekkarának közreműködését is az itteni újmiséd alkalmával. A Szent Cecília énekkar tagjai nyári jól megérdemelt szabadságukat megszakítva itt vannak, hogy veled együtt ünnepelhessenek a mai napon, és veled együtt adhassanak hálát a papszentelés kegyelméért, és azért, hogy az Isten küld az ő népe szolgálatára papokat és szolgálattevőket. Isten hozott, Isten éltessen téged. Kérem, hogy fogadd szeretettel ajándékunkat. Atya, kérlek szépen, hogy fogadd szeretettel polgármester úr és a városvezetés ajándékát, amelyet Kovács László képviselő úr ad át polgármester úr hivatalos távollétében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nem is tudom, melyikkel kezdjem a szentmisét. Először is köszönöm szépen Szabolcs atyának, ugye engem is Szabolcs atyának hívnak, meg őt is, épp megbeszéltük, hogy mi ketten egy kétharmados többséget alkotunk, mert még egy Szabolcs atya van az egyházmegyében, de több nincsen. Szóval köszönöm a gondolatokat, a köszöntéseket. Én örömmel térek vissza Kecerre, bár ugye nem sokat voltam, de annál több tapasztalatra tudtam szert tenni itt a hívek közösségébe. Valamint köszönöm szépen, hogy nem csak az egyház, hanem a város is köszönt, vagy hát hogy örömmel fogad egy újmisés atyát személyembe. Hálás vagyok, hogy ez az együttműködés meg tud valósulni, természetesen a hívek és a városnak a jobbítására. És aztán köszönöm a kedves testvéreknek, a kórusnak, hogy feláldozzák itt a szünidejüket, és együtt ünnepelnek velem. És hát közösen együtt ünnepeljük meg az évközi 15. vasárnapunkat, amelyet én most felajánlok elhunyt Svetnik Marcelért, akiről úgy hallottam, hogy egy nagyon nehéz helyzetben hunyt el. Mindig különleges az elhunytjainkért imádkozni, mert
Itt a Földön még időbeliségben élünk, óráink vannak, napjaink vannak, de az Istennél már ez az időbeliség megszűnik. És mindig, amikor imádkozunk elhunyt testvérünkért, akkor egyrészt segítjük őt abban, hogy meghozza a döntést a mennyei atya mellett, de nem tudjuk elégszer vagy elég sok alkalommal tenni, mert hogy itt még időbeliség van, ott pedig már egy másik helyzet van, egy másik kapcsolati forma van, úgyhogy nagyon dicséretes, hogy imádkozunk most ő érte ebben a szentmisében. Így mielőtt részt vennénk, és közösen együtt ünnepelnénk és imádkoznánk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, mik azok, amik eltávolítanak bennünket Istentől, vagy amik távol tartanak bennünket, és ezeket megbánva, majd méltó módon vegyünk részt a szentmisében. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Magasságban Istennek, és a Földön ékesség a maradó embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, Istenünk, te megmutatod igazságot fényét a téveigőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra.
add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mullandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából. Abban a reményben, hogy a mullandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csíráit bensőkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba,
a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett, jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld, ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt, és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték: miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt: nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. Nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis e népnek szíve, fülüket restül becsukták, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, és így meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, amikor jöttem idefelé, akkor olyan örömmel hallgattam a rádióba, hogy azt mondták, hogy a kukoricának most egész jó lesz a termése,
nincsen olyan nagy aszály, vagy olyan nagy veszély nem fenyegeti most a növényeket. És olyan jól esett ezt a tavaly után hallani, hogy a sok szárasság és a sok nehézség után egy ilyen örömteli hírünk van. Másik gondolat, hogy Jézus nagyon szerették, mert példabeszédekbe tanított, ilyen egyértelmű és érthető gondolatokban, és erre a mai napra olyan olvasmányi szakaszokat kapunk, ami szántásról, vetésről, esőről, tehát ilyen természeti dolgokról szól, és arról tudunk beszélni, ami napjainkban is érint bennünket. Ugye, amit az olvasmányban hallottunk, hogy amint az eső lehull a földre, úgy az nem tér vissza. És ezzel kapunk egy kettős tanítást. Az egyik az az, amit ebből hallottunk, ami egyértelmű. Mindannyian ismerik az esőt, meg a havat, ahogy lehullik, az nem képes eltávolodni a földtől. Nyilván vannak bizonyos jelenségek, de ugye itt arra akar utalni a szerző, hogy lentről fölfelé sosem esik az eső, tehát ilyen nem létezik, hanem ilyen természetesen ez az eső vagy a hó megöntözi a földet, táplálja azt, és utána az gyümölcsöt hoz, meg termést hoz. Ez az egyik magyarázat ehhez, ami ilyen nagyon konkrét és nagyon érthető. És a másik, ami ezt kiegészíti, hogy az Istennek a szavát említi. Ugye a szó az általában az igére mutat, az ige pedig általában Jézusra mutat. És azt próbálja számunkra kifejteni ez a szakasz Izaiástól, ilyen nagyon egyszerűen, de mellette nagyon mélyen, hogy ugyanúgy, mint ahogy az eső lehull és táplálja a földet, ugyanúgy a mennyei atyának is gondja van az emberekre, nem csak ilyen testi, hanem lelki táplálékkal is, Krisztusnak a segítségével, tanításával próbál bennünket a jó úton tartani, hogy minél jobban eljussunk hozzá. És ahogyan hallottuk a Zsoltár szakaszban is, pap vagy te mindörökké. Ez egy olyan gondolat, hogy az Istenre lehet hagyatkozni, hogy akit ő elhív, ő róla gondoskodik. Nagyon hasonlóan, mint az olvasmányban, nem úgy, hogy meglocsolja, de úgy, hogy gondja van azokra az emberekre, akiket ő meghívott az ő szolgálatába. És azt kell, hogy mondanom, hogy mindenkit meghívott az ő szolgálatára. Valakinek ilyet, valakinek olyat ajándékoz, valakinek kevesebb, valakinek több talentumot, de mindenkire neki gondja van. És aztán, ahogy tovább megyünk itt az olvasmányos szakaszokban, hallottunk a Szentleckébe egy nagyon fontos gondolatot. Ugye, ahogy az Úr megöntözi a földet, gondja van az emberekre, az ő tanításukra, vagy az ő fejlesztésükre, úgy megadja nekünk, hogy Szent Pál elmondta, hogy bennünk is ott van a mag. Ugye így hallottuk, hogy nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Ez egy nagyon szép és nagyon érthető kép. Aki látott már egy kis magot, ami kicsirázik, ami elkezd növekedni, az tudja, hogy ez egy idővel egy nagyobb bokor, vagy fa, vagy valamilyen növényé válik, de ez nem ugrásra kész. Tehát ez is egy olyan kép számunkra, hogy a növénynek a folyamatos növekedése az nem tud pillanatok alatt valamit csinálni. Az egy hosszú ideig tartó folyamat. És itt ez az egy nagyon fontos dolog van benne, hogy a lélek csíráját kinöveszteni, az egy folyamat, de ott van mindenkibe. Mit jelent az, hogy a lélek csírája? Én Pécsi Ritától hallottam először azt a gondolatot, hogy minden tulajdonságunknak van egy csírája bennünk, amit hogyha növesztünk, akkor az nyilván nagyobb lesz és kifejlődik. Amit nem növesztünk, az érthető módon ugyanolyan kicsi marad. Nem hal el bennünk, még akár életünk végén is csíraként ott van, mert ott van a lehetőség, hogy ezt folyamatosan növesszük. Hogyha egy-egy tulajdonságra gondolok, akkor nyilván annak megvannak a különböző megoldásai. Nyilván, hogyha valaki matematikus szeretne lenni, akkor a matematikát kell tanulnia, meg mellette egyéb módokon ezt tudja fejleszteni, vagy ha valaki a kőműves szakmát választja, akkor nyilván ott is ezeket a tulajdonságokat kell növeszteni, és folyamatosan gyakorolni. De ha a lélek csírájára gondolunk, akkor ott természetesen azzal kell öntözni, amivel érdemes.
hogyha a földekre is kimegyünk, és elkezdjük kólával vagy egyéb üdítőkkel locsolni, akkor nyilván nem fog termést hozni, és nem fog számunkra az egy növekedést adni. A lélek csírája az ugyanez. Hogyha azzal növesztjük, amivel szükséges, akkor bizony növekedni fog. Hogyha ott hagyjuk, akkor nem fog növekedni, de nem fog elhalni se. És hogyha rádöbbenünk, ha megtaláljuk a mi saját csíránkat, ezt a saját bennünk lévő növekedésre hajlamos tulajdonságot az Isten felé, akkor tudunk vele elkezdeni dolgozni. Tehát ez a nulladik lépés tulajdonképpen a locsolásnak, hogy picit megágyazunk neki, hogy odafigyelünk arra, hogy hova is hív minket az Isten, hogy éppen mit akar mondani, vagy éppen hol keres bennünket, ez egy ilyen nulladik lépése tulajdonképpen, hogy rátalálunk arra, hogy nekünk is van egy ilyen csíránk. És hogyha megtaláltuk, akkor elkezdhetjük azzal öntözni, amivel szükséges, nem akármivel, hanem ami növeszti ezt a csírát. És ezekre hoztam egy néhány gondolatot. Ugye az imádság szót nagyon sokféleképpen tudjuk használni. Úgy hallottam, hogy itt is a rózsafűzér imádsággal picit megalapozták a Szent Misét, meg a templomnak a légkörét. A napi imádságok, a naponta vett imádságaink, azok mind-mind ennek a folyamatnak a részesei. Tehát amikor megtaláljuk, hogy nekünk van egy csíránk, és utána elkezdjük nap mint nap gondozni. A rózsafűzér egy ilyen imádság, a napi szentségimádás egy ehhez hasonló, de mégis egy picit másfajta, amikor én és az Isten, a jelenlévő valóságos Isten együtt vagyunk, vagy csöndbe, vagy időnként hangos imával, és hagyjuk azt, hogy mit akar számunkra mondani. Hogy nem én locsolom meg ebbe az esetbe, hanem arra figyelek, hogy az Isten mivel locsolja ezt a csírát, mivel akar engem jobbá tenni. Mert ugye hallottuk, hogy mindenkiben ott van a vágy, hogy jobbá váljon, és azt gondolom, hogy ha ezt most bárkitől megkérdezném, akkor nem mondaná azt, hogy én rossz akarok lenni. Mindenkiben az a vágy van, hogy jobbá váljon. És a szentségimádásban erre van lehetőség, hogy Uram, te mire hívsz engem? És ebben ott van egy másik lehetőség is, hogy mire nem. Mi az, amit te nem akarsz nekem? És ez egy picit összekapcsolódik egy másik megoldással, vagy egy másik ilyen csíranövesztéssel, a pihenésnek a fontosságával. Mert amikor egyfolytában csinálunk valamit, egyfolytában benne vagyunk teendőkbe, mozgunk, megyünk valahova, valamerre folyamatosan cselekszünk, akkor nincs meg az a lehetőség, hogy gondolkodjunk. És lehet, hogy időnként az Isten adna olyan gondolatokat, hogy biztos, hogy ez a jó munkahely neked most? Biztos, hogy a jelenlegi vagy a leendő családod számára biztos, hogy te most itt jó helyen vagy? És az ember nem hagy magának pihenést, akkor akár erre a kérdésre nem tud válaszolni. Vagy lehet ez hasonló is, hogy akivel én most együtt élek, az biztos, hogy komolyan gondolja ezt, amit ő velem akar. Biztos, hogy hosszú távon tervez, vagy csak úgy most egy picit szórakozik, és aztán majd kialakul. És ez is egy ilyen csíranövesztési lehetőség, hogy oda hallgatunk az Istenre. És hogyha adunk neki időt, aki próbálta, azt tudja, aki még nem, azt annak javaslom, hogyha csöndbe oda hallgatunk, hogy Uram, mit is akarsz nekem mondani, akkor ő szólni fog. Nem leírja egy papírra, de érezni fogjuk azt, hogy ezt az Isten mondta, ezt nem más. És ez egy nagyon fontos szempont az életünkbe, és a csíranövesztésünkbe, és ezzel is közelebb tudunk kerülni az Istenhez, mert hogyha ad egy olyan választ, amire én eddig nem tudtam, amiről nem tudtam, akkor ez számunkra egy ilyen növekedést tud adni. És ha hosszú távra gondolok, akkor nagyon fontosnak tartom a lelki gyakorlatoknak a meglétét. A lelki gyakorlat egy olyan helyzet, amikor lehetőséget adunk újból az Istennek, hogy találkozzunk, de egy hosszabb időszakot adunk neki. Ennek többféle formája van, úgy szokott leginkább zajlani, vagy én úgy ismerem a legjobban, hogy az ember elszánja magát, keres egy olyan lelki gyakorlatos házat, bocsánat, hogy ehhez hasonlítom, de egy ilyen nagyon konkrét házat, olyan, mint amikor azért megyek a szupermarketbe, hogy vásároljak, vagy azért megyek a moziba, hogy szórakozzak. Van a lelki gyakorlatos házaknak is egy ilyen szándékolt kialakításuk, hogy oda azért megy az ember, hogy feltöltődjön, hogy az Istennel találkozzon.
És megint egy ilyen képpel élve, olyan ez a lelki gyakorlat, mint amikor telefonunkat töltőre tesszük, és látjuk, hogy egyre jobban töltődik, és egyre több áram lesz benne. Ilyen ez a lelki gyakorlat is, hogy rátesszük magunkat az Istennek a töltőjére, és azt mondjuk, hogy Uram, én most itt vagyok, neked adom ezt a 7 napot, vagy ezt a 30 napot, az már a nagyon komoly szintet elérteké ez a 30 nap, és azt mondom, hogy ez legyen a tiéd. Ezt neked áldozom, mutasd meg, hogy mit szeretnél. És ezek a házak lehetőséget adnak arra, hogy ott étellel, itallal ellássanak bennünket, még szállást is adnak, és akár még egy lelki vezető is van, aki segít bennünket abba, hogy Uram, te hova akarsz engem vezetni? Ebben az életszakaszban, ebben a tapasztalatomban, ebben a fájdalmamban, vagy ebben az örömömben. Mire akarsz te most ezzel mutatni a számomra? És aztán, hogyha megvagyunk a saját csíránknak az egész jó állapotba hozásával, hogyha már elindult egy jó úton, akkor már szinte csak meg kell tartani ezt a folyamatot. Viszont ott van mellette, amit az evangéliumban hallunk, ahogy a magvető elveti a magokat, és van, ami az útszélre kerül, volt, ami a kövek közé, van, ami ilyen rózsának a tövisei közé, meg van, ami jó földbe hullik. És hogyha mi ezt a jó földet ki tudjuk művelni a magunk számára, akkor utána felelősségünk van azok iránt, akik esetleg kövek közé, vagy tövisek közé estek. Mit jelent az, hogy valaki a kövek közé esik? Vannak, azt gondolom, hogy mindannyian ismerünk olyan embereket, családokat, bárkit, akinek nem olyan a családi helyzete, akit nem tudtak igazán szeretni, és olyan helyzetbe került, hogy kövek közé esett, vagy elfojtották, és valamifajta nehézségbe került. És nekünk, akik már kiműveltük, vagy folyamatában vagyunk annak, hogy kiműveljük a saját csíránkat, felelősségünk van azok iránt, akik valami nehézséggel küzdenek. És ezt szeretném most odaadni lehetőségként, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik valami gonddal küzdenek. Ha mi már tapasztaltak vagyunk, akkor segítsük őket abba, hogy ne vesszenek el, ne vigye el a madár, ne száradjon ki a napon, mert kicsi a gyökere, hanem legyen rájuk gondunk. Ami ehhez még nagyon fontos és hozzáteendő, hogy nem tartozunk értük teljes felelősséggel. Tehát a segítségünkért felelősséggel tartozunk, de azzal, hogyha valaki teljesen elzárkózik azelől, hogy velünk együtt működjön, akkor azt el szabad engedni. Ha valaki azt mondja, hogy már pedig én nem szeretnék az Istenhez kapcsolódni, nem szeretném jobbá tenni az életemet, én nekem ez így tökéletes, ahogy van, akkor megpróbáljuk, és mi segítettünk. De nem vagyunk teljes felelősséggel az ő élete iránt, viszont azért igen, hogy ezekre a magokra nekünk is gondunk legyen. Én bátorítom a kedves testvéreket, hogy amint a saját csíránkkal már egész jól állunk, megtaláltuk az öntözési módokat, megtaláltuk azt, hogy mivel tudjuk ezeket a sírákat trágyázni, akkor tudjunk gondot viselni mindazokra, akik körülöttünk élnek, akik mellettünk vagy velünk együtt, munkahelyen, szomszédaink körébe, stb. Módokon, akikkel ez így együtt találkozunk. Amen. És most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Hiszen szagának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus az örök ige, tanítónk és példaképünk. Kérjük kegyelmeit. Hogy Isten igéje termékeny talajba hújjon lelkünkben, és százszoros termést hozzon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a kinyilatkoztatás szava minden emberhez eljusson. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Isten igéje egyesítsen minket elszakadt testvéreinkkel a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Isten igéjét közömbössé vált embertársaink is meghallják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy szent igéd megvigasztalja a betegeket és a szenvedőket. Kérünk téged, hallgass meg minket. A saját kéréseinket, hálaadásunkat terjesszük az Úr elé. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, segíts minket, hogy tanításod szívünkben jó talajra hújjon, és gazdag termést hozzon, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, a mi Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt
szüntelen újongással zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Kármelhegyi boldogasszonnyal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Balázs érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engeszteljetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerzők hegyelmed, Krisztus, a mi Urunk által. Helyet foglalhatunk. Hirdetéseinket tőlem szokatlan módon röviden azzal foglalnám össze, hogy hétfőtől péntekig esténként 6 órakor a beltéri templomban lesznek a szentmisék, és hétfő kivételével reggel 8 órakor pedig az újfalusi templomban, tehát kedszerda, csütörtök, péntek újfalusi templomban reggeli szentmise. Szombaton, jövő szombaton reggel 8-kor itt a beltéri templomban lesz szentmise, este 6 órakor az újfalusi templomban vasárnapi előesti szentmise. Jövő vasárnap is a szokott módon reggel 7:30-kor újfaluban, 9 órakor és este 6 órakor a beltéri templomban is 11 órakor Imrehegyen lesz szentmise. Szentmise végén szeretnék mindenkit nagy szeretettel meghívni a szentmisét követő szerény álló fogadásra plébániánk udvari filagóriájának teteje alá, árnyékába, ahol Szabolcs újmisés atyával lehet találkozni, köszönteni őt, szót váltani vele, a jelképes ajándékainkat átadhatjuk neki, és közben egy korty víz és egy falat harapnivaló is fogad bennünket. Kérem, hogy vegyük igénybe ezt a lehetőséget, hogy fiatal pappal pályája kezdetén találkozhatunk és szót válthatunk. Mindenkit szeretettel várunk az udvari filagóriába a szentmise záró áldását követően. Köszönetet mondok mindenkinek, énekkarunknak, egyházközségi munkatársainknak azért, hogy széppé lélek emelővé tették Szabolcs atya köztünk bemutatott ünnepi első szentmiséjét. És természetesen végezetül Szabolcs atya, neked is még egyszer köszönetet mondok, és csak önmagamat ismételve a Jóisten áldását kérem és kívánom papi pályádra. Kérem, hogy mindannyian álljunk föl, és az új misés áldás következik, amelyet Szabolcs atya együttesen mindannyiunknak ad új misés papi készföltétele által. Még egy gondolatot hagy fűzzek hozzá. Nagyon köszönöm plébános atyának, hogy így fölkészült erre az ünnepségre, előkészítette a terepet, lehetőséget adott, és hogy örömmel fogadott. Valamint én is csak továbbítani szeretném ezt a hívást, hogy bátran hívok én is mindenkit ide a plébánia udvarra, egy kis találkozásra, egy rövid beszélgetésre, hogyha szeretnének, meg van idejük, akkor bátran, illetve az új misés áldáshoz csak egy mondatot. Nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem ismeri. Ugye az a régi mondás tartja, hogy egy új miséjére egy csizmát érdemes volt elkoptatni, nyilván abban az időben, amikor csizmát hordtak. Ez a mai napra a cipőre is még érvényes tud lenni, mert az, amikor valakinek valaki a papszentelésben részesül, és az Istennek ezt a kegyelmét megkapja, akkor ennek tulajdonítanak egy kegyelmi forrást. Tényleg olyan ez a forrás, mint egy kút, ami egy új lelki erőt, vagy egy új indítást kap, és ehhez kapcsolódik az újmisés áldásnak is a megléte, hogy egy olyan áldásban részesül az ember, amiben nem mindenkinek van lehetősége, csak aki eljön egy ilyen ünnepségre, úgyhogy bátorítom a kedves testvéreket, hogy így fogadják a következő áldást. Az Úr legyen veletek! Töltsön el titeket a reménység Istene, a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek. Amen. Isten, a mi atyánk, gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás és mindenki iránt, tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és atyánk elé, amikor Urunk Jézus Krisztus eljön összes szentjeivel. Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket és kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, erősítsen meg szóban és tettben minden jóra.
újmisés papi készföltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.